Tisztújító küldött gyűlést tartott a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. A tagság újabb 4 évre bizalmat szavazott Szalai Ferenc elnöknek, és ismét beválasztották a tisztagú elnökségbe Sitku Ernőt. A kékcápák szakmai igazgatója elmondta, hogy a szövetség a jövőben nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni a minőségi munkára, és arra, hogy az utánpótlás műhelyek minél több élvonalbeli és válogatott játékos neveljenek ki. Úgy gondolom, hogy el kell indulnunk egy olyan úton, ahol a mennyiségi növekedésen túl most már egy minőségi változást is meg tudunk mutatni. Azért részeredményeink vannak, mert a 3x3-as kosárlabdában azért egy U18-as válogatott, fiú válogatott Európa-bajnok tudott lenni. Szeretném, hogyha ez tovább fejlődne, és a 3x3-ason túl az 5-5 elleni kosárlabdában is szép eredményeink lennének. Talán célként annak azt tűzhetnénk ki, hogy minden korosztályos válogatottunk ott mozogjon valahol az A-csoportba jutásnak a környékén, és mindig legyen lehetőségünk arra, hogy fölkerüljünk az A-csoportba, esetlegesen ott is ragadjunk, hogyha sikerül följutni. Az elmúlt években rendre ott voltak a nyíregyházi játékosok a különböző korosztályos válogatottakban. A sorozat az idén sem szakad meg. Ezen a nyáron is kaptak meghívást Fazekas Csaba, illetve Sitku Marci az U20-as válogatottba, Mokánszki Máté is tagja ennek a keretnek. Máténál az a helyzet, hogy a 3x3-as kosárlabdában túl jól szerepel, és éppen ezért ott is szeretnének számítani rá, két helyen nem lehet, ezért majd a szövetség, illetve a szakmai stáb fogja eldönteni, hogy a 3x3-as vagy az U20-as 5-5-ös válogatott számít rá, vagy ad lehetőséget neki. Mindenféleképpen ott kell, hogy legyen, mert a munkája mindenképpen feljogosítja arra, hogy ő is tagja legyen valamelyik keretnek. Mellette pedig én ott leszek az U18-as fiú válogatott mellett csapatvezetőként, akik Nagyváradon fognak küzdeni majd az EB szereplésben. Remélem, hogy egy picit szebb eredményt fognak tudni elérni, mint amit tavaly elértek. Sitku Ernő arról is beszélt, hogy reményei szerint a közeljövőben korosztályos vagy akár felnőtt válogatott kosárlabda mérkőzéseknek is otthont adhat majd a Continental Arena.